Köszönöm szépen a tapsot, még ha egy kicsit virtuális is, de hát ebben a világban azt gondolom, hogy ennek is örülnünk kell, hogy kapunk egy virtuális tapsot. No, hát a mai téma, az én témám az, hogy beszéljek nektek arról, hogy hogyan érdemes az emberek kérdéseit megválaszolni. Igazából, ha jobban megnézzük, amikor jelöltekkel beszélünk, akkor a kérdéseiket az én tapasztalatom szerint kifogások formájában teszik föl nekünk. Azt mondják, hogy nekem nincs időm, én nem vagyok olyan, én nem tudok beszélni, én nem akarok ilyen piramis játékkal foglalkozni, és egyéb ilyen dolgokat mondanak, ami a külső szemlélő által azt gondolhatnánk, hogy ezek kifogások. Igazából ezek az ő kérdéseik. Az ő kérdéseik arra, hogy Nincs időm, oké, okay, de milyen jó lenne, ha lenne? Hogyan lehetne nekem időm? Vagy nincs pénzem? Hát tudom, azért kerestelek meg ezzel a lehetőséggel, de ő azzel azt mondja, hogy hogyan lehetne nekem pénzem. És hogyha ezeket a kifogásokat te nem tudod jól megválaszolni, akkor ő is veszteni fog, meg te is veszteni fogsz. Ezért az, azt gondoltam, hogy elhozok nektek egy technológiát, amit én Erik Voritól tanultam, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy hogy lehet professzionálisan megválaszolni ezeket a kérdéseket úgy, hogy mind a ketten nyerjetek. No, nézzük is akkor, az alapja az egésznek, ha megnézed, amikor ezeket a kifogásokat vagy kérdéseket megkapod, akkor az illető két dologban hezitál. Vagy nem hiszen a network marketingben, vagy nem hisz saját magában. Oké? Okay. Én nem vagyok olyan. Ez tipikusan egy olyan dolog, amikor nem hisz magában. Nekem erre nincs időm. Nem hisz magában, és a network marketingben sem. Én nem akarom az ismerőseimet ezzel megkeresni. Nem hisz a network marketingben. Oké? Okay. Ha megnézitek, minden egyes kérdés vagy kifogás ebbe a két kategóriába sorolható, és nem ellened irányul, és nem a network marketing ellen irányul, hanem igazából vagy nem hisz benne, vagy nem hisz saját magában. Ez már igazából mutat nekünk egy utat. Na nézzük, hogy mi a kifogás kezelés mágikus négy lépése. Megmondom őszintén, hogy én nagyon, nagyon régóta vagyok már ebbe a szakmába, több mint 25 éve, és nagyon sok kifogás kezelési technikát hallottam már, és nekem ezt tetszik a legjobban. Azért, mert ez egy olyan technika, amit szeretném, ha rajtam is alkalmaznának, amikor én mondok kifogásokat. Ugyanis törődünk az ügyféllel. Nem lenyomunk információt a torkán, hanem kíváncsiak vagyunk rá, és törődünk vele, oktatjuk, egy jó kapcsolatot alakítunk ki vele, hogy tudjon hozni egy jó döntést. Na nézzük, mi ez a négy lépés. Erre most nem lesz idő, hogy nagyon kifejtsem, vagy inkább példákat fogok nektek mondani arról, de a négy lépés az, hogy először meghallgatod. A meghallgatod nem azt jelenti, hogy csak egyszer nyitva van a fület, hanem kideríted, hogy pontosan mit is gondol. Utána azonosulsz vele, utána elmondod ezzel kapcsolatban a történetedet, és a végén fölteszed neki a varázslatos kérdést, amit a végén el fogok mondani. Na nézzük, um, Vegyük egy, egy olyan kifogást, ami, ami nagyon népszerű, hogy ez egy olyan pilóta játék, vagy piramis játék? Nem tudom, kérdezték-e már ezt tőled, hogy én nem akarok ilyen részt venni. Erre régen azt csináltuk, hogy legalábbis én megmondtam, hogy miért, mit gondolsz, én egy illegális dolog vagyok benne, a pilóta játék illegális, és mit gondolsz erről, és stb. stb. És egyébként is már ennyi idő után tudhatnád, hogy ez egy valódi rendszer, nem egy piramis játék. Az a helyzet, hogy ez harc. És a harcnak mindig van egy vesztese, meg egy győztese. Na nézzük meg, hogyan lehetne ezzel a, a négy dolog, négy lépéssel kezelni. Először is e, meghallgatod, és kideríted, hogy mit is gondol erről. Azt mondta neki, hogy érted, hogy pilótajáték? Mit értesz ez alatt? Hát, hogy ez egy ilyen piramis rendszer, és mindig, mindig azt keres a legtöbbet, aki a tetején van, és az elején érdemes elkérdez, e, elkezdeni. Ah, értem. Jó. Következő, amikor már tudod, hogy mit gondol, azonosulsz vele, és elmondod a történetet. Ez a következőképpen néz ki, ami ezzel kapcsolatos. Szóval figyelj ide, abszolút értem a nézőpontodat, és az a helyzet, hogy én is pontosan ugyanígy gondoltam. Ki ne gondolta volna ugyanígy. Viszont én a következőre jöttem rá. Azt láttam, hogy emberek ebből jól keresnek pénzt. És engem is zavart, hogy mindig az elején érdemes elkezdeni, stb. És csináltam egy kis kutatást. És a következőre jöttem rá. Képzeld el, megmutatták nekem, hogy ebben a rendszerben kereshet többet az, aki lejjebb van. És ráadásul arra is rájöttem, ugyanis láttam, hogy nem feltétlenül azok lesznek a legsikeresebbek, akik az elején kezdik. Én láttam ilyen embereket. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy akkor lehet, hogy nekem is van esélyem. És a végén fölteszed a, a, a az mágikus kérdést, talán hallottátok már Edik warrit ez a hajén, akkor te, és azt mondod neki, figyelj, ha meg tudom neked mutatni, hogy ebben a rendszerben hogyan lehet úgy pénzt keresni, hogy nem vagy kiszolgáltat annak, hogy mikor léptél be, és amit mondtad, hogy szeretnél a munkahelyedről kiszabadulni, stb. és ezzel sikerülne, akkor belenéznél. Oké? Okay? Ennyire egyszerű maga a technika. Nagyon lényeges, hogy amikor a történetedet elmondod, akkor nem őt oktatod, nem azt mondod, hogy neki mit kéne gondolni hanem elmondod, hogy te mire jöttél rá. Oké? Okay? És ez egy, ez egy, óriási fordulópont. Na nézzük a következő kifogást, amikor azt mondja valaki, hogy nekem erre nincs időm. Hogy lehet ezt megoldani ugyanezzel a dologgal? Ez is kikérdezed. Mit értesz az alatt, hogy nincs időd? Elmesélned egy napodat? És akkor elmondja, hogy reggel megyek dolgozni, iszatosan sokat dolgozunk, utána a gyerekek, ezért megyek értük, nincs semmire időm, még edzeni a tudok elmenni, ráadásul még nem is fizetnek meg jól. És akkor azt mondod neki, hogy figyelj, abszolút tudom, hogy miről beszélsz. Abszolút tudom. Rengeteg ilyen embert ismerek, és én is ilyen voltam. Viszont én a következőről jöttem rá, amikor én meghallgattam ezt a lehetőséget. Ha nem változtatok az életemen, akkor ez így is fog maradni. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogy lehetne akár csak napi 15 perceket kiszorítani, hogy meg tudjak harcolni a, szabadság harcom, a szabadságomért. És képzeld el, az akkori szponzorom mutatott nekem egy módszert, hogy akár napi 15 percekkel hogyan tudnék kijönni a mókuskerékből. Hogyha én tudok neked mutatni egy olyan módszert, amivel ezt te is meg tudod csinálni, és akár napi 15 percekkel el tudsz indítani egy vállalkozást, amivel ki tudsz jönni a mókuskerékből, akkor hajlandó lennél belenézni? Hm? Mit gondoltok? Szerintem egy nagyon szimpatikus megközelítés. Vagy nincs pénzem az indulásra, termékekre. Megjegyzem, ez csak így magadban tud, és ha olyan kapcsolatban vagy vele, akkor el is mondhatod neki. Az az ember, akinek ma nincs 150 ezer forint a zsebében, amit bármire el tud költeni, iszonyatos nagy bajban és veszélyben van. Mi van, ha télen elromlik a boiler? Mit fog mondani a szerelőnek? Nekem erre nincs pénzem, és megfogy a családja? Értitek? 150 ezer forint ma ha valakinek nincs 150 ezer forintja, hogy vállalkozást, nagyon nagy bajban van ő is, és veszélyben van a családja. Meg tudod tőle kérdezni, hogy mire gondolsz? Hogy érted, hogy hogy nincs pénzed? Hogy sajnálod rá, vagy erre nincs pénzed? Nem, hát figyelj, az a helyzet, hogy jelen pillanatban van 50 ezer forint a pénztárcámba, és egyszerűen nincs több, és napról napra élek, és a, a fizetésem már az első tíz nap elfogy. És akkor azt mondod neki, ugye meghallgattad, azt mondod neki, figyelj ide, tudom, miről beszélsz. Én is jártam ebbe a cipőbe, hidd el nekem. Amikor éhes voltam, és járkáltam az utcán, és euh, néztem az éttermeknek a kiírását, hogy, hogy hol lehet olcsó kaját kapni. Tudom, miről beszélsz. És én a következőre jöttem rá. Az a helyzet, hogy valamit változtatnom kell. Mert ebben a helyzetben nem fog tudni családot alapítani, ha már lenne családom, akkor nagy bajba lennék. És egyszerűen elkezdtem keresni egy lehetőséget, amivel bele tudnék kezdeni egy vállalkozásba, amiben nincsen olyan nagy rizikó, és tudnék pénzt keresni olyan mennyiségben, amit a családom megérdemel. És az a helyzet, hogy olyan szerencsém volt, ugyanis az MLM-hez szerencse kell, egyetlen egy alkalommal kell szerencse, hogy felkerülj a szponzorod listájára. Ha ebben a szerencsében részesültél, onnantól kezdve már rajtad múlik a dolog. Szóval én megtaláltam ezt, ezt csak így zárójelben mondtam. Úgyhogy ha én tudok neked mutatni egy lehetőséget, amivel ezzel a szinte nulla pénzzel is bele tudsz kezdeni, és ki tudsz jönni ebből a mókus kerékből, akkor belenéznél. Oké, okay. Nem elköteleződnél, nem, nem aláírnád a halálos végrendeletedet, nem belépnél valamibe, nem. Belenéznél. Oké? Okay. Aztán nézzük, hogy itt volt a, a még egy ilyen, ilyen tipikus ki, e, dolog, az MLM gyűlölők. Nem tudom, ta, találkoztatok-e már ilyennel. Amikor feljön a téma, hogy MLM, felrobbannak, és, e, és, és nem lehet velük mit kezdeni, és akkor te úgy menekülnél. Ezek közül is a, csak a kevesen lesznek sikereset fogom tőlük idézni. Az MLM gyűlölővel, ha találkozol, akkor a, 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 a helyes megoldás az, hogy amikor elkezd. Röcsögni, akkor azt mondod, hogy oké, okay, álljunk meg egy pillanatra. Úgy látom, neked van egy story ezzel kapcsolatban. Megtennéd, hogy elmondod? Ugyanis aki gyűlöli ezt a szakmát, azzal történt valami. Valami átvágták, becsapták, kudarcot vallott, elszerették a feleségét, férjét, valami történt vele, amiért gyűlöli, mert egyébként nincs miért gyűlölni. Oké? Okay? És mindig el kell mondatni vele a történetét, és utána azt mondanék, mit tudom én, az volt, hogy bevásároltatták, aztán ott hagyták, és bukott vele. És akkor azt tudod neki mondani, hogy figyelj ide, a szakma nevében szeretnék tőled elnézést kérni, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez történt veled. És hidd el, hogy abszolút át tudom érezni a haragodat, mert ha ez velem történik, én is pontosan így reagálnék erre a dologra. És az a helyzet, és folytatod tovább, elmondod a történetedet, ha én akkor te, ha én tudnék neked mutatni egy olyat, ahol ez nem történik meg veled, és mégis ki tudnál belőle jönni, a helyzetedből akkor belenéznél. Na most ezen belül van ez a csak kevesen lesznek sikeresek dolog. Itt a következőt tudod mondani, ugye meghallgatod, oké, okay, elmondta, hogy csak kevesen lesznek sikeresek, ez egyébként meg tud le tőle kérdezni, hogy szerinted hány százalék? Erre általában nem tudnak válaszolni. És akkor azt mondod neki, ugye azonosulsz vele, hogy figyelj, abszolút meg tudlak érteni, ugyanis ez valóban így van. Teljesen jól látod, csak kevesebben lesznek ebben, csak kevesen lesznek ebben sikeresek. Viszont én a következőre jöttem rá. Én a hagyományos vállalkozó voltam, és láttam egy olyan statisztikát, hogy a hagyományos vállalkozások mindösszesen 2%-a éli meg a tizedik évét. Az összes többi tönkre megy. Ez nem azt jelenti, hogy gazdagok lesznek, hanem hogy megélik a tizedik évüket. Ez a statisztika. Képzeld el az MLM-ben, körülbelül a, az emberek 4%-a lesz igazán sikeres, de ők nem túlélik, hanem ők gazdagok lesznek, igazán gazdagok. Úgyhogy én azt láttam, hogy több mint dupla annyi esélyem van itt az mlm mint egy hagyományos vállalkozásban. Úgyhogy ha én meg tudnám neked mutatni azt, hogy hogy lehet ebből professzionálisan pénzt keresni, anélkül, hogy olyan dolog történne, ami veled történt, akkor hajlandó lennél belenézni? Na most lehet, hogy itt azt fogja mondani, hogy jó, 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 én ezt értem, de nekem nincs időm. Mit kell ilyenkor tenni? Oké, mire gondolsz? Hogy érted, hogy nincs időd? Elmondja. Figyelj, abszolút megértem. Én is pontosan úgy így voltam vele. Viszont a következőre jöttem rá. És folytatod, és folytatod, és folytatod. Egészen addig, amíg el nem éred igazából a célunkat. Tudjátok, hogy mi a célunk alapvetően az ügyféllel? Persze az, hogy belépjen, de nem lehet lenyomni a torkán. Az alapvető célunk az az, hogy egy jó kapcsolatot alakítsunk ki a leendő munkatársunkkal, és oktassuk őt az üzletünkről és a termékünkről addig a pontig, amíg tud, a megfelelő információk alapján egy jó döntést hozni. Ezt azzal érjük el, hogy amikor kifogást kapunk, akkor örülünk. Örülünk azért, mert ez egy újabb lehetőség számunkra, hogy egy jó kapcsolatot alakítsunk ki, és oktassuk az ügyfelünket. És ha eleget oktattuk, akkor előbb-utóbb ez az ember azt fogja mondani, hogy oké, okay, most már érdekel, oké, okay, veszek tőled terméket. Oké, okay, látom, hogy ez egy nagyon klassz dolog, most már nem haragszom rátok, de én másban vagyok sikeres, mással szeretnék foglalkozni. Oké, okay, semmi gond. Akkor tudod alkalmazni Jane Leach-nek a módszerét, amikor elmondod neki, hogy, hogy figyelj de, abszolút megértem, hogy ez most neked nem a megfelelő időzítés. Bár a te minőségeddel, a te személyiségeddel a te emberekhez való hozzáállásoddal, én azt gondolom, hogy nagyon jól lennél ebbe a szakmában, és én nagyon szeretnék veled dolgozni, de abszolút megértem. Mit szólnál hozzá, hogyha tartanánk a kapcsolatot? Megkeresnélek egy pár havonta, és megbeszélnénk, hogy kivel mi történik. És ezt is addig tudod csinálni, 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 amíg végül az illető nagy valószínűséggel igen fog mondani. Úgyhogy azt javaslom, hogy a tetszik nektek ez a módszer, használjátok, ugyanis nagyon baráti, nagyon jól működik, és az emberek szeretni fognak titeket. Köszönöm szépen a figyelmet.